Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstudio.hu. Fordulat a gyerekgyilkosságban. Lehet, hogy ketten voltak jelen a 7 éves kislány meggyilkolásánál. Zárszámadás. Közel 4,5 milliárd forinttal nőtt az iparűzési adóbevétel Szexárdon. Szakképzés 4.0. 2020. szeptembertől teljesen megújul a közoktatási rendszer. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Fordulat a szexárdi gyerekgyilkosság ügyében. A család szerint nem a 19 éves unokatestvér volt az egyetlen személy, aki részt vett a 7 éves Leonetta brutális meggyilkolásában és megerőszakolásában. Szerintük a kislányt K. Dániel ölte meg egy másik férfi jelenlétében, aki azóta már külföldre menekült, szexuálisan is ő bántalmazta. A riposzt a boncolási jegyzőkönyvre hivatkozva ugyanerről ír. Előről és hátulról is megerőszakolták a március 8-án brutálisan meggyilkolt 7 éves szexárdi kislányt, erről ír a riposzt. Stábunknak is ugyanerre utalt Leonetta édesanyja a gyilkosság másnapján. Azt nem értem, hogy a nadrágja mi nem volt rajta. Ez egy kicsit furcsálom. Ráadásul a család tagjai szerint nem csak a kislány 19 éves unokatestvére vett részt a brutális gyilkosságban és a nemi erőszakban, szerintük az egyik szomszéd is jelen volt, akivel néhány nappal korábban összeszólalkozott Leonetta édesapja. A kislánya hányszor ment onnan, mindig beszólogatott neki. És valamelyik nap is mondta neki, fulladj meg a tejába, átkozta a gyerekeket, meg ha elkap minket egyenként, megöl minket, hát akkor most egyenként elkapta szerintem a lányomat. A riposzt is ugyanerről ír. A portál a boncolási jegyzőkönyvre hivatkozva azt állítja, hogy Leonettát előről és hátulról is megerőszakolták. Az azóta már börtönben levő K. Dániel DNS-ét viszont nem találták meg a lány testnyílásaiban. A cikk szerzője szerint a gyilkossággal gyanúsított férfi nem mondta el a rendőröknek a teljes igazságot, titkolja, hogy kivel követték el a szörnyű tettet, azt viszont elárulta, hogy a bűncselekményben résztvevő másik férfi azóta már külföldre menekült. Kerestük telefonon K. Dániel ügyvédjét is, aki viszont azt mondta, a rendőrségi kihallgatások során fel sem merült, hogy más is részt vett volna a brutális gyilkosságban és nemi erőszakban. Az egymást követő árhullámok miatt a Gemenci erdő egyharmada víz alá kerül a következő napokban. A dunai áradás nem veszélyezteti a vadállományt, azonban június 2-ától teljesen szünetel a vonatközlekedés az erdei vasúton, közölte az erdőgazdaság. A magas vízállás és az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt a Gemenci erdei utak és a kijelölt túraútvonalak egyes szakaszai is járhatatlanná váltak. Az erős áramlás és a nagy mennyiségű úszadék jelentősen veszélyeztetik a vízen lévőket, ezért az erdőgazdaság nem javasolja a vízitúrák megtartását a Gemenci hullámtéri területeken. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság péntek délutáni közleménye szerint továbbra is árvízvédelmi készültség van a Dunán. Hamarosan indul az a 3 éves szakképzési program, amiben a technikusi képzés bevezetése, az infrastruktúrális háttér átalakítása, egy munkaerőpiaci előrejelző rendszer létrehozása, tanulói ösztöndíjrendszer és tanulói munkaszerződés bevezetése is szerepel. Az oktatási projekt 2022-ig 120-200 milliárd forintba kerül. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, a demográfiai krízis, a szakemberhiány és a szakképzésben résztvevők közel 70%-os lemorzsolódása miatt van szükség a képzési rendszer átalakítására. Állatorvos, csillagász, paleontológus, lóversenyző, fodrász. Többek között ilyen szakmákat választanának a Tolna megyei általános iskolások, a Mi leszel, ha nagy leszel című rajzpályázatra beérkezett művek alapján. A Tolna megyei pedagógiai szakszolgálat pályázatára 223 alkotás érkezett 16 iskolából. A szakemberek úgy látják, a diákok elképzelései és a munkaerőpiaci igények nem mindig találkoznak. Az a tapasztalatom, hogy a leginkább a diákok pályaválasztását a szülők határozzák meg. A szülők azok, akik kialakítják azokat a nézőpontokat, amelyek mentén a diákok a pályát választanak maguknak.
Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, a demográfiai krízis, a szakemberhiány és a szakképzésben résztvevők közel 70%-os lemorzsolódása miatt van szükség a szakképzési rendszer átalakítására. A most nyilvánosságra hozott program tartalmazza egyrészt a szakképzéshez szükséges infrastruktúrális háttér megteremtését, a szakoktatók bérének rendezését, a szaktanárok kiképzését, az ösztöndíj rendszer megújítását is, és több új elemet, például a dobbantó programot, ami azt jelenti, hogy akik már kiestek a szakképzésből, azokat vissza kell venni. Szeretnék elérni, hogy akik viszont már jelentkeztek, azok ne hulljanak ki, hanem valamilyen szakmával rendelkeznek. Ezért lesz újabb intézkedések, ilyen például a műhelyiskola, a dobbantó program, vagy az orientációs irány. A tervek szerint szeptembertől három részre oszlik majd a képzés. A három éves szakképző iskolán kívül választható lesz a gimnázium, és az érettségit is adó 5 éves technikum is. Ami fontos, hogy lehetővé teszi, hogy akik technikusi végzettséget kapnak, az a könnyített formában tovább tudjanak tanulni egyetemen, főiskolában, szakirányban, tehát természaki oldalon. A program szerint 15 000 diák kaphat majd átlagbérnek megfelelő szakképzői ösztöndíjat. Fischer Sándor szerint ez nem feltétlenül lesz elég ahhoz, hogy vonzóbbá váljon a szakképzés a szülők számára. Márpedig a tapasztalatok szerint ők döntenek a fiatalok jövőjéről, és ők elsősorban azt nézik, a gyerekük melyik pályával jár jobban hosszú távon. A KSH adatai szerint egy fizikai dolgozó fele annyit keres, mint egy diplomás szakember. A KSH adatai szerint tavaly április és július között 83.600 meghirdetett munkahelyre nem találtak munkavállalót a munkaadók, ez egy év alatt 27%-os növekedést jelent. Egy munkaerő közvetítő cég felmérése pedig azt mutatja, a magyar munkaerőpiacról 80-100.000 ember hiányzik. Úgy vélik, a szakemberhiányt külföldi munkaerő bevonásával lehet csak enyhíteni, főleg Ukrajnából, Szlovákiából és Szerbiából érkeznek munkavállalók, de egyre többen jönnek Pakisztánból, Indiából és Vietnámból is. Közel 4,5 milliárd forinttal több iparűzési adó folyt be tavaly a szekszárdi költségvetésbe, mint 2017-ben. Ezzel együtt közel 2,5 milliárd forintot tesz ki az az összeg, amit a városban működő vállalkozások fizetnek az önkormányzat kasszájába. Ebből a pénzből utakat és utcákat újítat fel a város. 13 milliárd forint volt 2018 elején szekszárd költségvetési főösszege, ám ehhez évközben a központi büdzséből és pályázatokból még 3 milliárd forintot utaltak a városnak. Ezt a pluszpénzt olyan fejlesztésekre költötték, mint például az új mini bölcsöde, de részben ebből fedezik majd mások mellett a tudásközpont megépítését is. A város vagyona évről évre folyamatosan nő, most már közel 60 milliárdos vagyona rendelkezik a város, úgyhogy ebben az önkormányzati cégeknek a vagyonai nincs, vagy a vagyona nincsen benne. Én azt gondolom, hogy ezek a fontos lépések, és nagyon fontos volt az, hogy tavaly évben a családok költségvetésének hívtuk a költségvetést, és ez visszaköszönt a fejlesztésekben is, úgyhogy nyugodtak lehetnek a szekszárdiak. A szekszárdváros költségvetése stabil volt 18-ban, és stabil lesz 19-ben is. A város vagyonának folyamatos növekedéséhez az is hozzájárul, hogy Szekszárdon évről évre nőnek az önkormányzat helyi iparűzési adóbevételei. Tavaly 2 milliárd 438 millió forintot fizettek be a városban működő vállalkozások erre a célra a település költségvetésébe. Ez 246 millió forinttal, vagyis közel 4,5 milliárd forinttal több, mint amennyit 2017-ben. Ebből a pénzből út és utca felújításokat finanszíroznak, valamint a szociális ellátással összefüggő feladatokra is jut belőle. Gazdasági szereplőinek a forgalma 18-as évben itt Szekszárdon több mint 5%-kal nőtt. Tehát az a gazdasági növekedés, ami országosan jellemzi a magyar gazdaságot, az nálunk talán még dinamikusabb egy kicsit. Ez pedig a jövőben tekintve azt jelenti, hogy ezek a vállalkozások itt akarnak majd működni Szekszárdon, itt képzelik el a jövőjüket, és ez pedig stabil munkahelyeket jelent a szekszárdiaknak. Az iparűzési adó mellett az ingatlan adókból is több pénzre tett szert Szekszárd 2018-ban, mint egy évvel korábban. Ezt főként az eredményezte, hogy az egyik nagy foglalkoztató vállalat új csarnokot adott át a város szélén.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázati lehetőségeit kihasználva épültek járdák Tolnán. A város két nyertes pályázatot tudhat magáénak, hangzott el a képviselőtestület soros ülésén. Az elsőt a város utcáinak és óvodáinak rendbetételére használhatta föl a város, a második pályázatról ezen az ülésen döntöttek. Nem építünk, hanem a barna mezős pályázatunkhoz, a játszóház kialakításához ugye forráshiánnyal küszködünk, és azt szeretnénk, hogyha tudnánk támogatást kapni. Van arra mód, olyan pályázati ablak a JETA-ban, hogy önerőbiztosítása más pályázatokhoz, tehát 30 millió forint értékben ide nyújtunk be pályázatot ebbe a pályázati ablakba. Energetikai korszerűsítés a polgármesteri hivatalban, a művelődési ház korszerűsítése és fedett közösségi tér kialakítása. Ezek a tervek a közeljövőre nézve Kapospulán. A település polgármesteri hivatala és postája fűtésrekonstrukción esik át. A munkák végeztével a számítások szerint szinte semmibe nem kerül majd az épületek fűtése. Egy komplett energetikai felújítás, igazából nyílászáró csere, külső hőszigetelés, mennyezeti hőszigetelés. Az elvégzésre váró munkákat sorolja Stemler József, Kapospola polgármestere. A ház, mely egyszerre a helyi posta és a körjegyzőség épülete is, helyi oltalom alatt áll, ennek megfelelően kell majd a munkálatokat elvégezni. A tervek szerint a felújítást követően szinte nulla hőigényű épület lesz, mondja a polgármester. Ennek az épületnek a felújítására top pályázaton nyertünk 38 millió forintot, ez egy teljes energetikai felújítást jelent, tehát külső hőszigetelés, nyilászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, napelemek felszerelése. Jelen pillanatban ugye napelemek már a tetőn vannak, és a jövő hónap közepén várható, hogy elkezdődnek a külső és belső munkák is. A hivatal épületét 1906-ban készítették el, azóta addig nyúltak hozzá. Kapospulán nem csak ez, de a művelődési ház is rövidesen átalakításon esik át. A településfejlesztési operatív program nyújtott 96 millió forintos támogatást az építkezéshez. A település közösségi teréül szolgáló területre pedig egy fedést szeretnének a helyiek, amit más lehetőség nem lévén saját fejlesztésből valósítanak majd meg. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. 83 férőhely, akadálymentesített épületegyüttes, új munkásszálló épül Bolyban. Újra gondolták a riasztási rendszert, már egy kisebb zivatarnál is figyelmeztetést ad ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Mintegy 390 millió forintból épül új munkásszálló Bolyban. A baranyai településen egy 83 fő befogadására alkalmas, akadálymentesített ingatlan együttest alakítanak ki. A programban a kormányzati támogatás mellett az önkormányzatnak csak 20% önerőt kell biztosítania. A beruházás elsősorban a helyi vállalkozókat segíti majd. Az erről szóló támogatási szerződést csütörtökön írták alá Bolyban. A tervek szerint így fog kinézni az a munkásszálló, amely itt az egykori bói tejüzem területén épül hamarosan. Az erről szóló támogatási szerződést csütörtökön írták alá a Baranya megyei városban. A beruházás elsősorban a bói vállalkozókat fogja szolgálni, mondta köszöntőjében Hárs József. A település polgármestere kiemelte, jelenleg több mint 500 cég tevékenykedik a környéken, az ő igényeikhez mérten készült el a tervezet. A teljes beruházás az 83 férőhelyes lesz, természetesen ebben lesz akadálymentes rész is, és természetesen lesznek azok a közösségi helységek, klubhelységek, egyebek, amelyek ahhoz kell, hogy ez jól tudjon működni, a parkolókkal, mindenekkel együtt. Tehát egy régi ingatlan szeretnénk átalakítani, illetve egy negyed része marad csak meg, három negyed részét le kell bontani. Egy több mint 3800 négyzetméteres telekről van szó, ahol közel 1000 négyzetméteren épülnek új ingatlanok. Összesen 4 épülettömböt létesítenek. A program összköltsége mintegy 390 millió forint, melyből több mint 300 millió forint kormányzati támogatás. Így a helyi önkormányzatnak 20% önerővel kell hozzájárulnia a beruházáshoz. Horváth Zoltán megyei kormány megbízott az ünnepségen kiemelte, ez a rendezvény is azt mutatja, hogy Bolyban és környékén a gazdaság fejlődik. Nem csak most, hanem valahogy erre a környékre ez mindig igaz volt. A Baranyában ma aktuálisan a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta a környéken van. Ezért is örömteli,
hogy a mobilitást, a munkahelyteremtés és majd a munkahely megtartásnál is ez a projekt a helyi gazdaságot tudja támogatni. A beruházástól azt várjuk, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, de akár a multik is egyszerűbben találnak majd munkaerőt, tette hozzá Horváth Zoltán. A szerződés aláírása után már csak a kivitelezőt kell kiválasztani. A tervek szerint egy év múlva már el is készülnek az első épülettel. Másként értelmezi az Országos Meteorológiai Szolgálat a heves zivatart. Tegnaptól a legegyszerűbb zivatar, azaz dörgés és villámlás esetén is figyelmeztetést, illetve riasztást adnak ki. Erre nagy szükség is lehet a mostani változékony időben, hiszen egy villám és az egy-egy zivatart kísérő erős szél is komoly károkat okozhat. Az előrejelzések szerint még egy jó darabig marad a szeszélyes időjárás. Ez a ciklon alakítja már jó ideje időjárásunkat az egész országban. A több hete tartó esős és az átlaghoz viszonyítva hűvös időjárás az uralkodó a Balaton térségében is. Jellemző, hogy az elmúlt 96 órában a Zala térségében akár a 80-70-80 mm-es átlagcsapadékot is lehetett regisztrálni, ami azt mutatja, hogy a Balatonnak még bőven lesz most utánpótlása. Az intenzív esőzés a konyhakerteket sem kíméli, sok helyen sárban fekszenek a palánták. Jó hír lehet ugyanakkor, hogy a hétvégére valamelyest melegszik az idő, de felhőtlen napsütésben most sem lesz részünk. Az igazi nyarat majd egy anticiklon betörése hozhatja meg térségünkbe, amely egyelőre azonban még várat magára. Mostantól a zivatarok kialakulására az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelző rendszere is figyelmeztet. A változás annyi 29-től, hogy most már az egyetlen egy villámlással járó zivatart is jelezzük ezen a térképen színezéssel. Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy ez a citrom fokozat gyakorlatilag lefelé kibővült. Tehát továbbra is betartozik az a kategória, amikor esetleg nagyobb méretű jég előfordult, vagy károkozó szél kis valószínűséggel, de emellett most már az is beletartozik, hogyha ugye zivatar alakul ki. A szakember szerint a módosításra azért volt szükség, mert már egy villám is okozhat személyi vagy anyagi sérüléssel járó balesetet. Mivel nyáron sok a szabadtéri rendezvény, a módosítással az emberek időben informálódhatnak arról, hogy a tervezett program helyszínén és idején kell-e valamilyen időjárási veszélyforrásra számítaniuk. Két héttel az országos döntő megrendezése előtt a fennállásának 10 éves jubileumát ünneplő Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége visszamondta az idei atlétikai országos döntő rendezését. A Margit-szigetre tervezett dzsemborin a tanulásban akadályozott, az értelmileg akadályozott, valamint a hallás- és látássérült gyerekek vettek volna részt, köztük több baranyai fiatal is. Ez az a dicsőség polcunk, a legnagyobb kupa középen a 2 évvel ezelőtt megnyert atlétikai csapatbajnokságunk. Mi iskolánk szerezte a legtöbbet magányába, és azért ott van itt ez a kupa. Itt pedig a 2 kisebb, ami még mindig elég nagy, a fiú csapat verseny megnyerésével elnyert kupa. Kürti László testnevelő a Szentlőrinci Egymi atlétáinak eredményeit sorolja. Idén azonban nem bővül a kupák száma, hiszen a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége 2 héttel az esemény előtt bejelentette, hogy nem lesz országos döntő atlétikában. A szentlőrinciek közül 8 diák 9 versenyszámban jutott el az ország legjobbjai közé. Ez a hír nagyon elkeserítette az érintetteket. Több aranyérmet vártam, és több érmet a sportolóinktól, tehát dupla csalódás nekem is, hiszen nyugdíjba megyek ebbe az évbe, és ez lett volna a korona talán a pályafutásom során, amit elérhettem volna még így atlétika oktatás területén. A FODISZ felmenőrendszerű versenysorozata óriási motiváció a tanulásban akadályozott az értelmi sérült, valamint a hallás- és látássérült gyerekeknek és az őket felkészítő testnevelőknek. Hát évről évre hoztunk haza diákolimpiai bajnoki címeket, általában nem is egyet, 2-3 bajnokunk volt az előző években, és ez csak
a harmadik, negyedik korcsoport volt, akiknek eddig országos döntőt rendeztek, ami azt jelenti, hogy a felső tagozatos általános iskolások. De hát idén most megrendezték volna az értelmi fogyatékosok, tehát középsúlyosoknak is a versenyét, ott is számíthattunk volna éremre vagy érmekre, és hát nagyon sajnáljuk, hogy ez végül is ilyen véget ért. Évente 36 országos verseny, 25 sportág és mintegy 10 000 sportoló diák. A FODIS ebben a tanévben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, de a jubileum szomorúra sikeredett. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Fordulat a gyerekgyilkosságban. Lehet, hogy ketten voltak jelen a 7 éves kislány meggyilkolásánál. Zárszámadás. Közel 4,5 milliárd forinttal nőtt az iparűzési adóbevétel Szekszárdon. Szakképzés 4.0. 2020. szeptembertől teljesen megújul a közoktatási rendszer. A hétvégén felhős, meleg, füllett idő várható, zivatarok kialakulhatnak. A jövő hét első felében nyári időben lesz részünk 25 fok feletti hőmérséklettel. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Viszontlátásra!